A közösségi oldalra feltöltött képekből is látszik, hogy rengetegen vették az irányt Tokaj felé a 38-as úton a 4 napos hosszú hétvégén. Bár mindig sokan utaznak ezen a szakaszon, a félórás várakozást leginkább az okozta, hogy nyírtelek után ezen a rövid részen csak egy sávon halad a forgalom április 1-től. A kocsisor egyik vége volt, amikor a piacigért Nyíregyházán, a másik vége pedig Nyírtelek végéig. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT még április elején közölte Facebook oldalán, hogy forgalmi rendváltozás lép érvénybe a 38-as számú főúton. Mint írják, a következő szakaszához érkezett a 338-as számú főút Nyíregyháza nyugati elkerülő út megvalósítása. A 338 és 38-as számú főútak találkozásánál megkezdődik a körforgalmú csomópont kialakítása. A munkálatok miatt 2019. április 8-ától a 38-as számú főút 35. kilométer szelvényének környezetében jelzőlámpás forgalomirányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat a forgalom. Az ideiglenes forgalmi rend a kivitelezési munkák befejezéséig, várhatóan 2019. novemberéig áll fenn. A nyugati elkerülő folytatásának építése a terv szerint halad. A 36-os út és a Tokajba vezető 38-as közötti 3770 méteres szakaszt a Zemplénkő Kft. Kivitelezi. A 38-as út és Nyírszülő közötti 4100 méteres szakaszt pedig a Kevíz 21 ZRT. A két beruházás egy időben, október végén befejeződik, így teljessé válik a nyugati elkerülő. A fejlesztés célja, hogy tehermentesítse a belvárost, valamint az iparterületek közvetlen kapcsolatba kerülnek így az autópályával, de Nyírtelek és Nyírszülős lakói számára is egyszerűbbé válik az autópálya megközelíthetősége. Ezt a két beruházást összesen valamivel több mint 5 milliárd forintos hazai forrásból finanszírozzák. A hétvégén és jövő hét szerdán, május 1-én szintén sokan indulhatnak Toka irányába. Az autósok két irányból elkerülhetik a jelzőlámpás forgalomirányítást és az akár félórás dugókat. Az egyik, ha a Kótai úton Búj irányába haladnak, itt térkép szerint 59 perc az út. A másik lehetőség, hogy Nagycserkesz felé haladva, Halmosbokor településen át kerülik ki a 38-as út egy szakaszát. Ebben az esetben 45 perc menetidővel számol a térkép.